Akkor Magyar Stories Remake. Ez 2020-ban ez pont ez a téma manapság. Remake minden szarból. Sziasztok, én vagyok magyar. Az igazi magyar. Más néven mi... Pazd meg. Oké. Okay. Nem tudtam elolvasni. Nem tudom felrobbantani meg a picsába, bazd meg. Aj, miért nem... Fasz. Nem tudom magam felrobbantani. Ah. Na. Azért szoktam felrobbantani magam, mert akkor nem kell újra beírni a kódot, ami már be van írva a Bagovix, meg hogy a faszán. Na. Igen, akkor az volt, hogy... Magyar, más nem, ja, azt nem mondom meg. És azért vagyok itt Marci ház előtt, mert azt mondta, hogy ad nekem munkát. Telefoncsörgés. Haló? Szia Magyar, mivel nem vagyok otthon, itt mondom, hogy menj a vasútállomásra. Ok. Ja, amúgy CJ garázsában van az autóm, elviheted. Menj a vasútállomásra. Ezt... Nem tudom mi az öngyi kód. A fegyverkódot, azt tudom. Jaj, bazd meg! Ebbe bazd meg! Négy, igen, négy kerekes, négy hengeres. Az menő volt. Négy kerekes fék van benne. Ez egy egyedi dizájn. Ez Marci álma, nem? Hogy valaki... Tehát... Nem értem, miért nem tetszett ez neki, hogy más csinált róla a küldetést, nem? Szállj fel a vonatra, azért nincs itt semmi, mert valamiért nem engedi leszpanolni. És tök jó, repülőgép. Jó napot, fiatalember, kérem, az adna a helyet? Aha. Kelj fel, hogy atadd a helyed. Itt van CJ meg Big Smoke. Ne. Ne már. Oké. Okay. Köszönöm szépen. Mi vagyok a balos? Elfoglaljuk ezt a vonatot. Ne aggódjanak, megvédek mindenkit. Ügyes vagy, magyar! Éjjel, hurra! Szállj le a vonatról. Ez tényleg benne volt a Magyar Storiesben? Én már nem emlékszem, mi van a Magyar Storiesben. Szia, Marci! Ügyes voltál, magyar. Köszönöm. Patrick Smoke-ot. Ez zseniális volt. Tehát akkor ez nem remake, ez reboot akkor. És akkor van még a hát a, igen, és akkor még szerintem zárásképpen megnézem ezt a Join ballast. Ami ugyebár Marcinak az első, egyik legelső legendás küldetése. Mit csinálok? Semmi jót, az biztos. Nem jó az ellenség. És akkor itt akadtunk el, vagy még akkor kezdőként, még akkor kezdő voltam, amikor ugye ezt az első küldetést megnéztük. És én buta, amikor azt írta ki, hogy, hogy vett fel az AK-47, és ránéztem a térképre, ó, bazd meg, el kell menni ezzel sivatagba, vagy valami, és akkor én elmentem a sivatagba, ugye, de ugye felfelé mutatja a nyilat, akkor még nem tudtam, hogy akkor ez azt jelenti, hogy interiorban van. No de! Nézzük. Vedd fel az AK-47.
Na és itt rögtön el is akadtam, tehát... ugye mondtam is, hogy tök jó lett volna, hogy ezt írja inkább, hogy találd meg az AK-47, nem pedig vedd fel az AK-47. Hát még nem biztos, meg kifagyhat még nekem a Crack barlangba random, nem tudom. De Petigé már állítása szerint itt van a Crack barlangban, de hogyha ő azt mondja, hogy ezt végig lehet vinni, akkor végigvisz. Na nézzük. Ó, beszarok, hát ez nem igaz. Azt a kurva eget. De most így, tehát így csak úgy gondolom, hogy poénból mondtad, hogy ó, nézzük meg akkor a Crack barlangot, poénne, hogyha ott lenne. Nem? Tehát így, biztos, tehát nem hiszem el, hogy te, mit tudom, elkezdtél játszani, csak akkor így bemész minden egyes kibaszott interjúba. Mert szerintem mi megnéztük CJ házába, és nem volt ott. És megnézted mindenhol, érted? Nem, biztos vagyok benne, hogy úgy voltál vele, hogy menj a Crack barlangba, és akkor elmentél a Crack barlangba. Vedd fel a... Na, bazd meg, valami mást is felvettem. Pisztolyt szerintem. Meg vedd fel a ballas ruhát. Menj a Crack barlangba. Marci, az Isten faszát! Igen, ez az az AK-47. Marci, a kurva életben már itt vagyunk a Crack barlangnál, te gyökér. De hát, nem, az volt a baj ezzel, azért nem tudtuk, hogy a Crack barlangba kell jönni, mert itt még nem néztünk meg olyan sok Marci küldetést, ahol mindig a Crack barlangba kellett menni. És amikor már odaértünk, hogy megnéztük azt a csomó Crack barlangos szart, utána már nem jöttünk vissza megnézni ezt a küldetést, azért nem tudtuk, hogy a Crack barlangba kell jönni, vágod. Viszont, szerintem ez tetszik, hogy így bemegyünk a Crack barlangba felszedni ezt a sok szart, utána meg menjünk a Crack barlangba. Tehát akkor most tök fölöslegesen jöttem ki, mert szerintem itt ja. De ez az előbb nem volt itt! Mi a fasz? Ha szeretnél jelentkezni, öld meg CJ dollár. De nem is vettük fel a ballasz ruhát, nem változott a ruhánk. Általában az van, hogyha felveszed azt az ikont, akkor egy másik karakter leszel. Öld meg a grúvost. Muszáj? Hogy ülnek ott? Őt kellett megölnöm? Vagy valaki más? Hát, hogy elvasztam. Várjál, én innentől úgy csináltam meg, hogy nekem se jelezte ki, és én kimentem a sivatagba felrepülni, és a balazok ott ültek. Ne. Oké. Menjünk akkor. Hát CJ házába be tudunk menni, az biztos. Ja igen, nem vagyok profi, csak egy kezdő, aki jó módokat csinál. Hát nézzük meg CJ házát. De CJ házához mutat. Tehát akkor... mégse kellett felrepülned a sivatagban. Legalábbis ennél a pontnál. Mert ez konkrétan ide mutat CJ házába. Ó! Oh! Megvan. Oké. Okay. Öld meg CJ-t. De várjál, hát ezt már megcsináltuk. Volt egy ugyanilyen küldetés, hogy utána ki kellett nyílni CJ-t. Menj vissza a banda vezérhez. Vagy mondjuk ez kicsit más, mert itt a... nem rémlik, hogy a ballassal leálltunk volna bizniszelni. Ja, hogy ja! Nem, visszamegyek a Crack barlangba és minden jó lesz. Nem kell felrepülni a sivatagban. Bármennyire is epikül hangzik az, hogy felrepülünk a sivatagba, hogy megkeressük a lebegő balaszokat, itt nem kell azt csinálni. Itt vagyunk, megjöttünk. Fel vagy veve? Ez felvettek minket.